Mi Karácsony Gergővel nem erről fogunk beszélni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az LMP frakció vezető helyettesét legergőztem, ezért elnézést kérek. Tudja már, hogy mi a különbség a nagytőkés és az oligarcha között? Én eddig is tudtam. És azt gondolom, hogy nyilván Magyarországon vannak olyan sikeres vállalkozók, akik nem az állammal, vagy a politikusokkal, vagy a politikával való kapcsolataik révén voltak sikeresek, hanem az üzleti tehetségük révén. És vannak olyan vállalkozások, akik a politikai kapcsolataik révén szinte kizárólag az állammal üzletelnek, és ebből keresnek óriási pénzeket. Én ezeket a nagy tőkéseket, vagy pontosabban az én értelmem szerint oligarchákat emlegetném fel a parlamentben Orbán Viktornak, de nem akarok belemenni. Eléggé labantszerű a tekintete, amit ugye nem nagyon tudok, hogy micsoda. Hát igen, ez egy érdekes eufémisztikus megfogalmazása, ha az áruló, vagy már nem is szeretnék már más mondani. Az az érdekes, hogy egyszer Majtényi Lászlóval volt egy interjú a Népszabadságban, ahol azt mondta, hogy Magyarország egy labacbeszédű, vagy kurucbeszédű és labanc viselkedésű ország. És ez szellemes. Ez szellemes, és ráadásul Orbán Viktorra szerintem nagyon illik, mert ő valóban kurucz a retorikáját illetően. De most lelabancoz Orbán Viktor cserébe azért, mert Orbán Viktor lelabancozta? Nem, ez egy bonyolultabb dolog. Én nagyon szívesen hagynám a csodába ezt a kurucz-labanc dolgot. De csak engem az érdekel, hogy mit értett ez alatt? Tehát azt értette, hogy én azt firtatom. Feláll és azt mondja, hogy én ezt a labanc politikát elutasítom. Igen. Amit képvisel, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy kormány rosszul kormányoz, hogyha körülveszi a korrupció, hogyha folyamatosan szembe megy a választás ígéreteivel, folyamatosan értelmetlen, de bár az ő gazdasági rossz politikája miatt szükségszerű megszólításokat csinál, akkor ezt leginkább úgy tudja adni a közvéleménynek, hogyha egy ilyen kuruckodó, nacionalista szövegben van ez csomagolva. És aki ezzel szembe megy, a magyar nemzet érdekeit nem veszi figyelembe. Tehát amikor én megkérdezem például azt, hogy van az, hogy Magyarországon minden harmadik forint, amit építési beruházásra fordítanak, az egy cégnél landol, akkor én nem gondolom azt, hogy a magyar nagytőkéseket támadom, én ezt a bizonyos céget támadom. Nem is a céget támadom, mert engem nem érdekel a cég. Ez a közgép. Simicska Lajos birodalma? Igen, ami ugye most 300 milliárdnál tartunk már nagyjából ennyi építési közbeszerzést nyertek meg, és körülbelül 600 milliárd az, amit, ahol érvényes közbeszerzési szerződés van. Tehát most már lassan a fele, egyharmada vagy a fele körülbelül az az összeg, amit a közgép vagy ennek a konzorcium, közgép által vezetett konzorciumok építenek az országban. Egy másik tanulmányból tudjuk, hogy a közbeszerzések 40%-ánál most már csak egy jelentkező van. Tehát Magyarországon nem működik valami, és pontosan tudjuk azt, hogy egyfelől marha szegény ország vagyunk, folyamatosan újabb adókat vetnek ki, és megszorítások vannak, miközben azt látjuk, hogy mondjuk Horvátországhoz képest mennyibe kerül Magyarországon egy autópálya, hogy mennyibe kerül mondjuk Püspökladány és Szajor között a vasúti felújítás, ötször annyiban, mint máshol, akkor az ember mindig elcsodálkozik, hogy hogyan lehet az például, hogy ezt a bizonyos vasút beruházást a közgép a harmadik legrosszabb ajánlattal nyerte meg. Tehát hogyan sikerült úgy manipulálni a közbeszerzést, hogy a másik két pályázót gigolyozták? Jó, hát autópálya építés ügyében egyelőre az Orbán kormányt olyan nagyon nem jó, lehet vádolni. Ez egy régi magyar tradíció, ugye az van, hogy itt kartelek vannak, vagy voltak eddig, ez felvitte az árakat, most meg az van, hogy úgy van megoldva minden, hiszen minden döntéshozó... Ezek a referencia árak maradtak. Hát sőt, szerintem most magasabbak viszont is. Viszont Orbán Viktornak maximálisan igaza van abban, hogyha úgy gondolja, hogy bármi nem stimmel, tegyen feljelentést. Ezt megtettük például a államnemi fölbeletek ügyében, ami szintén egy másik történet, de ott nem én beszéltem oligarchákról elsőnek, vagy nem az LMP, hanem maga Ányán József, akinek ezt a folyamatot le kell volna menedzselni a minisztériumban, és nem bírt ezekkel a bizonyos oligarchákkal, és aztán ne is mondott. Tehát azért ez nem mondja senki azt, hogy csak az ellenzék kiabál ebben az ügyben, mert hát bizony a kormányon belül is ebben szakadás van, és egyébként pont ma lesz egy szimpátiatüntetés Ányán József mellett, amit nem mi szervezünk, de a szimpátiával vagyunk a szimpátiatüntetéssel kapcsolatosan. Tehát azért itt most már mindenki erről beszél. De Ányán József most is ott ül a parlamentben, nem? Hát ott ül a parlamentben. Fideszes országgyűlési képviselő. Fideszes országgyűlési képviselő. Egyébként hát nagyon 2006 óta. Hát most akkor az LMP elmegy szimpátia tüntetni Fideszes országgyűlési képviselő mellett, aki egyébként most is bent ül a frakcióban? Igen. Viszont ő már nem államtitkár. Furcsa helyzet. Furcsa helyzet, de ezt a helyzetet nem mi idéztük elő, hanem az, hogy Ányán József a magyar gazdatársam szemében egy ilyen nagyon tisztelt professzor, akinek volt egy koncepció arra, hogy hogyan kellene a magyar mezőgazdaságot a földbérlet pályázatokon keresztül egy olyan pályára állítani, ami egyébként tőlünk nyugatra elfogadott és általánosan gyakorolt, hogy ezt a bizonyos közép
paraszti vagy közép gazda réteget kéne megerősíteni, és azokat, akik helyben laknak. Neki erről volt egy koncepciója, ő ezt képviselte a Fideszben 2006 óta, mióta képviselő. Kormányra kerültek, és hirtelen azt vette észre, hogy az egész csak egy átverés hát volt. Hát ebből lett a nagy birtokrendszer, ami látszik kialakulni. Igen, és ugye itt nem csak a földről van szó, hanem arról is, hogy a föld alapú támogatásokat fölveszik azok, akik ezeknek a földekhez hozzájutnak, és ezek óriási összegek. Csak például Nyerges Zsoltnak az egyik cége, ami földbérleteket eddig is megszerzett, csak 1 milliárd forintot vesz fel a földbérlet a föld alapú támogatásokban. Én nem akarok ötletet adni, meg nem akarnám túlterelni a bíróságokat, de ha önöknek igazuk van, mindabban, amit mondanak, a Nyerges Zsolt féle földszerzésektől kezdve a Simicska féle ügyekig, akkor minden áldott nap be kéne vinni különböző helyekre, különböző beadványokat, amelyek arról szólnak, hogy ezt tessék megvizsgálni, azt tessék. Önnek teljesen igaza van. A történetek egyik része az tényleg olyan, hogy szerintem megáll a bíróságon, és néhány ilyen ügyen dolgozunk is. Tehát nem szeretnénk ilyen lárpulár feljelentkető párt lenni, de hogyha azt látjuk, hogy valóban tényleg nem a jelenlegi törvényszabályozásnak megfelelően dolgok történtek, akkor lépni fogunk. De van ennél egy sokkal súlyosabb probléma. És mi ezt elmondtuk százszor, csak akkor ugye ez nem volt érdekes. Azt, hogy a törvényeket magukat úgy változtatták meg, hogy gyakorlatilag nem lehet most már Magyarországon tisztességesen közbeszerzéseket lefolytatni. Tehát a közbeszerzési törvény kapcsán hát 100 olyan pontot lehetne felsorolni, ahol fokozatosan vették vissza az átláthatóság és a tisztességes versenynek a lehetőségeit, és hiába tettük szóvá ezeket, és hiába tettük szóvá azt, hogy gyakorlatilag az állami és az EU-s pénzek elosztása környékén mindenki a közgépcsoportból érkezett, illetve a Simicska Nyerges gazdasági hálózatnak a valamilyen szinten a tagja volt korábban. Tehát olyan szinten nincsenek Magyarországon már olyan független intézmények, amelyek kivizsgálnak ezek az ügyeket, és olyan szinten vannak legyengítve az átláthatóság szempontjából, a tisztességes verseny szempontjából a közbeszerzési szabályok, hogy nagyon sok minden jogszerű, ami egyébként végtelen erkölcstelen. Ez itt a nagy probléma, és erre hívta fel a figyelmet a Transparency International, ez a nemzetközi antikorrupció szervezetnek az ország tanulmánya, hogy Magyarországon a korrupció egy magasabb szintre lépett, amikor már arról van szó, hogy ezek az üzleti érdekek meghatározzák magát a törvényhozást is. Tehát nem arról van szó, hogy van a törvény, és ennek nem megfelelő módon történnek a dolgok, hanem a törvényhozást határozzák meg ezek az üzleti körök, és ennek megfelelően úgy tűnik, mintha minden rendben lenne, nem lesznek nyugdíjas dobozok. Feltartjuk a kezünket, mert nem tartjuk fel. Nem, de az emberek azért nem hülyék. Tehát pontosan látják, hogy milyen az, amikor valakinek azt mondják, hogy éljen meg 47 ezer forintból, és látják azt, hogy egy másik ember felvesz 3 milliárd forint osztalékot, tehát az adózott nyereség utáni osztalékot, egy olyan cég, ami csak az állammal üzletel. Ezt ezért nekünk el kell mondanunk a parlamentben, ahol egyébként nem tudják velünk folytani a szót még egyelőre, és mindenhol máshol, hogy az emberek ezt érezzék, hogy és pontosan ki szerintem tudni fogják. 3 milliárd forint osztalékot? Nyer, az közgép tavaly 3 milliárd forint osztalékot fizetett ki a tulajdonosának, amiről egyébként nem a törvények alapján, meg nem az alaptörvény rendelkezési alapján, hanem egyszerűen oknyomozó újságírói munka alapján tudjuk, hogy Simicska Lajos a tényleges tulajdonosa. Nem azért tudjuk, mert Simicska Lajos ezt elmondta. Ebből sok kecskét fog tudni venni. Ugye Simicska Lajos és felesége most kecsketenyésztéssel kezd foglalkozni a hírek szerint. Erről írt egy blogbejegyzést. Igen, hát ezen nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek, hogy ez tegnap előtt jelent meg az Origón, hogy a Bakonyban bizonyos állami földbérlet pályázatokat érvénytelenítettek, és most újra ki fognak írni. És hirtelen az egyik bakonyi településen megjelent egy korábban üzleti tanácsadással foglalkozó cég, oda tette a cég helyét, és most kecsketenyésztéssel foglalkozik. Tehát Pintér Sándornak... Az is üzlet, tehát egyébként... Tehát addig adtak üzleti tanácsot kecsketenyésztésre. Igen, mi rájöttek, hogy ez a tuti üzlet. Nyilván így helyzetben vannak hozva, hogy az állami földbérlet pályázatokon tudjanak indulni, hiszen most már helyben lakónak számítanak. Meglepetésre úgy gondolja, hogy ők fogják megnyerni? Ezt kizártnak tartom. Ezt egészen ezt se tudom képzelni. Hát ugye ez egy érdekes kísérlet, mert a hatalom, a kormányzat cinizmusát meg tudja mutatni. Igen. Tehát ezek után nyerhet-e Simicska Lajos feleségének cége, hiszen Simicska Lajos felesége költözött erre a bakonyi településre, vagy nem? Tehát itt igazából ez egy nagyon érdekes értékmérő lesz. Igen, de hát most egyébként a tegnapi Népszabadságban volt szó a miskolci földbérletpályázatokról, ahol úgy történt, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóját hát gyakoroltak rá nyomást, hogy vonja vissza a pályázatokat, ő erre nem volt hajlandó, kirúgták, majd 10 nap múlva visszavonták a korábbi pályázatokat, és az új pályázatokon már fideszes képviselők rokonai, illetve korábbi üzletemberei nyertek. Tehát itt azt gondolom, hogy főleg a földbérlet pályázatoknál annyira kilóg a lólábos, hogy itt azzal a társadalmi csoporttal mennek szembe, ami éppen részben a Lányán József
által meghirdetett vidékfejlesztési program miatt az legelkötelezettebb Fidesz szavazó volt. Ezekkel a gazdákkal mennek szembe menni, ami szerint ez tényleg olyan, mintha az LMP lebetonozná a nemzeti parkokat. Tehát olyan szinten karaktergyilkos dolog, amit csinálnak, hogy szerintem ennek komoly politikai ára lesz. Még akkor is, hogyha lesznek, akik nagyon sokat keresnek ezen. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást.